Sziasztok! Üdvözöllek titeket a csatornámon, én Niki vagyok, és ez a mai videó lehetőleg nem lesz unalmas. Lesz egy Rossmann, egy DM és egy Müller haul. Úgyhogy, ha kíváncsiak vagytok, akkor maradjatok velem mindenképpen, és megmutatom, hogy miket. Nem olyan sok mindent vettem. Ez a DM, ez a Müller, van ennyi Rossmannom. Szóval, nem voltam glamúrozni, képzeljétek, nem jutottam le, de nem is baj, mert ahogy említettétek pont is itt a videóban, azt hiszem, hogy te voltál, Mesi, hogy utána sokkal jobb akciókat fogsz ki, de egyébként konkrétan nem sok mindent akartam venni, ami mondjuk a kupon miatt van. És akkor kezdjük szerintem a DM-mel, nem? A DM az izgalmas. Legyen az. Hát úgy képzeljétek el, hogy a DM-be most vadászok egy pár jó dologért, és hát nem mondom meg, hogy konkrétan miért mentem be, majd egyik videóba visszaköszön sok. Első, amit vettem, ez a Body Shopnak ez a sütőtökös testradírja, na hogy mutassam inkább így. Ez majd egy videóban valószínűleg vissza fog köszönni. Nem... Még a Body Shop-tól szerintem testradért nem használtam, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, ugye ez egy cukros testradír. Amúgy tök jó a csomagolása, nekem úgy tetszik, és ugye sok jót hallottam már róla. Azt hiszem a kávésötem, meg a kókuszösötem emlegetik a legjobban, arra is kíváncsi lennék. Aztán, amit még vettem, száraz sampon. Ezt a száraz sampon nagyon szeretem, elfogyott, képzeljétek, az összes bakarat dóp utánzatom, úgyhogy köszönöm majd az elfogytak videóba. Úgyhogy ez a DM-ben a legkedvencebb száraz samponom. Sajnos mondom, abból a bakarat utánzatból nem volt, de ez a kedvencem. Én ezt a kórházba hozta nekem a férjem, az egyik szobatársam használta, és ott ráfújtam a hajamra. Úgy képzétek, volt ott, egyáltalán nem hagy a hajon, és olyan szép felfrissíti a hajamat, mint hogyha tényleg rögtön mostam volna. Úgyhogy én ennek nagyon örülök, és nagyon szeretem. Úgyhogy ha megyek a DM-be, és látom, hogy van, mert ezt is nagyon elkapkodják, akkor biztos, hogy veszek belőle. Amit még vettem, egyébként több mindent vettem, majd be fogok ide tenni videókat, mert most a családban volt szülinap, úgyhogy parfümöket vettem ajándékba, a keresztfiamnak vettem egy Benetton parfümöt, sógornőmnek egy újdonságot, ami eszméletlen jó parfüm volt, és abból én is szeretnék magamnak venni, illetve kinéztem még egy parfümöt, majd ide be fogom nektek vágni a kis videót, vagy lehet, hogy ilyen sorba fogjátok majd még látni, TikTokra biztos, hogy felteszem. Aztán a Katikának vettem ilyen csillámos testpermetet, aztán gondoltam, veszek magamnak is. Hát nem tudom, hogy a kamera vissza tudja adni, és fókuszál-e rá, de ezt nézzétek, ezt a csillagás. Én nem értem, hogy nyáron ezzel miért nem találkoztam. A kasszánál, tudjátok, vannak ezek a mini verziós kis cuccok, és ott találtam meg, de gyönyörű. Na most mutatom. Említettem, hogyha hangokat hallottok, zörgést, akkor a kislányom itt feldobja a videót, mert tudjátok, ne legyek unalmas. Na figyeljetek, hogy milyen. Nem tudom, vissza fogja adni a kamera. A csillogást. Az illata egyébként nem nagy szám, de csillogni meg csillog. Hát nem tudom, hogy mennyire fogja visszaadni. Hát ez nyáron jó lett volna, de mindegy, eltesszük. Amúgy csak 700 forint volt ez a kicsike, és mondom, nem találkoztam még vele, úgyhogy nagyon megörültem neki. Katika nagyon szereti ezeket a csillogós kis dolgokat. Egyébként kellemes az illata, nem azt mondom, hogy ilyen nagyon nagy szál, nem is tudom, mi ez, mindjárt megnézem. Hát csak annyit ír róla, hogy ez egy illatosított testpermet, és különleges alkalmakra, úgyhogy kíváncsi leszek, hogy mégis milyen. Esetleg, ha valamit találok a DM abba, akkor megírom majd ide valahova. Jó, nézzük a következőt. Ébelines vattakorong, elfogyott a vattakorongom, és már ebből használtam is. Nem volt már itthon egy deka se. Egyébként a Rossmannosat szeretem, de hát most itt vettük meg, úgyhogy ebből használtam. Szeretem a saját márkásat is. Aztán
Egy sütőtökös műzli, nagyon finom, már vettem belőle 2-3-ot, és a gyerekek is szeretik, a férjem is, és én is. Ha nem kóstoltátok, akkor próbáljátok ki Cervona. És képzeljétek, hogy van mézes kalács ízű is. Aztán amiért mentem, az ez a sütőtökös agavészirup. És ezt nagyon elkapkodják a DM-be állandóan, és most, hogy megláttam, 3 darab volt a polcon, mondom, egyet azonnal elhozok. Ezt ugye szokták desszertekhez, italokhoz, kávéhoz tenni. Úgyhogy a férjemnek gondoltam, hogy kipróbálja esetleg, vagy pedig én is így desszertekhez. Nagyon örülök neki, és sütőtök ízűt szerintem még nem próbáltunk. Úgyhogy ez volt. Illetve hát itt van az a minta, az a parfüm minta, ami nagyon érdekel parfüm, majd azt ide bevágom nektek. Nagyon jó illata van, és tartós. Ezt tegnap fújtam be, és még most is lehet érezni ezen a papírocskán. Kíváncsi vagyok, hogy az emberen hogy marad meg, az emberi testen. Aztán képzeljétek el, hogy ott a tusfürdők között nézelődtem. Az ára sem volt egyébként piskóta, mert ilyen... Szóval ez egy olyan tusfürdő, ami hát állítólag ilyen lótuszvirág van benne. Gazdag, kényeztető formula, rózsaszín gyümölcsök és lótuszvirág, egzotikus illatokkal. Szóval nagyon kíváncsi vagyok rá, az illata, nem mertem ott felbontani. Atyaig! Hú, ha ezt most visszatudnám nektek adni, menjetek be a boltba és szagoljátok meg. Na, most lesz egy szünetünk, mert Abigailt meg kell Abigail ebéddel, úgyhogy lesz egy kis szünetünk, folytatjuk. Most direkt benne hagyom azt a jelenetet, ahol a kislányomat így büfisztetem, mert első a gyerek is megcsinálom. És csak hogy lássátok azt, hogy hát nem tudok én olyan vidám lenni egy videónál, hát nekem azért vannak kötelegességeim, és az a gyerek az első. Tehát én nem fogok úgy, jaj! Én nem ez a nő vagyok, 43 évesen. Na, megyek. Na! Akkor hol tartottunk? A tusfürdőnél. Ebből 2 is volt. És annak is jó illata lehetett, nem próbáltam ki, mielőtt rám szólnátok, nem szagoltam meg. És 2100-valahány száz forintra emlékszek, de szerintem nagyon jó az illat, egyébként borsos az ára, de ki fogom próbálni a másikat is, mert eszméletlen jó illata van, alig várom csak, hogy ezzel tusizzak. Na, DM ennyi, úgyhogy jöhet a... Hát jöjjön akkor a Müller. A Müllerbe a hétvégén vettem, az az igazság, hogy 20%-os kedvezmény volt vasárnap minden termékre, csak most az nem rémlik, hogy vasárnap tartott még a glamour nap. Szerintem igen, de nem azért volt szerintem 20%. Aztán vannak ezek a virágpont valamik, amiből még lejött egy csomó kedvezményem. Na de, amiért mentem, az nem ez. De hoztam egy Colgate whiteninget, szeretjük ezt a fogkrémet. Folyékony szappan, ami elfogyott, ugye. Hát ezeket akartam egyébként a glamour napokon beszerezni, mert általában akkor szoktam többet. És nem mindig van kedvezmény egyébként a izanás vagy a folyékony szappanra, de annyi pénzért meg úgyis mindig úgy bele szoktam pakolni, meg úgyis jön a 10% kedvezmény. Na, ez egy oliva folyékony szappan, biztos jó lehet. Aztán a kisfiam választott magának egy ilyen junior szájvizet. Volt nekik még fogkefe is véve. Vettük a szatyorból, mert most használják. Itthon elhasználták a fogkeféket. Aztán említettem nektek a Tezorit. Egyébként majd még azzal a videóval is fogok jönni egy ilyen kínai, hogy miket vásároltam a kínaiban. Na most igazából konkrétan amiért bementem, az ugye a Tezori márka miatt mentem be. Nagyon szerettem volna ott megnézni, hogy mennyibe kerülnek a parfümök, de képzeljétek, a Müllerben nincs is
Ez a, de nem is tesori, hanem hogy mondtátok? Tessori. Tessori, ugye? Nem tudom, miért mondok. Tesorit, bocsánat, hogyha ezt rosszul ejtem ki. Tessori termékek. És valahogy berögzült ez a tesori, nem tudom. És hát a testápoló az, ami nagyon érdekelt, mert ugye ebbe a kínaiban nincsen testápoló. Hát de nézzétek már ezt a csomagolást. Ezt nézzétek. Én nem tudom, hogy ha tényleg ez egy olasz márka egyébként, ó, de szép még ez is, nézzétek. Hogy én azt hittem, hogy valami keleti. Hú, eszméletlen az illata. Na, próbáljuk csak ki egy picit. Új, alig várom, hogy ezzel is kenjem magamat. Nagyon jó. Nagyon puha, meg olyan krémes, olyan lágy. Hamar be is szívódott. Hú, nagyon jó termék. Én nem tudom, én most arra jövök rá, hogy tök mindent, hogy melyik terméket veszed meg ebből a tesztoriból, ha megint tesztorit akartam volna mondani. Egyszerűen mind jó, mind jó. Úgyhogy nagyon örülök neki, hogy ezt a sógornő megmutatta nekem ezt az öblítőt, és az öblítőből mennyi minden kerekedett ki. Úgyhogy nagyon, de nagyon-nagyon-nagyon jó. Ír-e róla valamit magyarul? Na, nem tudom, hogy jó ejtem ki. Ez a Hamam nevű tesszori család. Argánolajjal van, 300 ml is, más nem látok, amit írna róla, úgyhogy majd megpróbálok utána járni esetleg. Aztán szintén tesszori, de ezek már túlsürdők. Úgyhogy ezt a kettőt vettem meg, a feketét akartam volna, de elkapkodták. De egyébként most nagyon ki volt fosztva a Müller. Meg se szagláztam, mert volt, amelyik ott agyba főbe ki volt folyva. Egyébként csak, hogy szóljak, a Mimi ott volt mellettem a kínaiba, és ő mondta, hogy némelyikbe szagláztak bele nyugodtan, és hogyha láttátok, mert többen írtátok, hogy ne fújkáljam ki, szóltam, hogy nem fogom kifújni pontomások miatt, és több terméket hoztam el, tizet nem, ahogy írta valamelyik, de sokat hoztam. De abból készítek majd egy videót, a kínaiból, egy ilyen kínai haul videót, jó? Mert más smink termékeket is vettem egy másik kínai, és akkor majd összehozom a kettőt. Na nézzétek, nagyon szép a csomagolása, eszméletlen szép, de itt talán van valami magyar cucc. Na ez Imperial Orchidea, azt írja róla, hogy császári orchidea, kényeztet és felfrissít, úgyhogy ez hát már gyönyörű a csomagolása. Én nem tudom, hogy ki ezeknek a gyártója vagy a tervezője, de hát a csomagolási, azt kell mondani, hogy el kell ájulni, hát nézzétek. Annyira szép. A másik, ez a thalasszoterapi, ez ilyen víz és alga keverék, ez ilyen, nem tudom mi lehet, de valamelyikőtök ugye azt írta, hogy a kék az nagyon finom. Érdekes. Jó is, meg érdekes is. Nem azt tudom mondani, hogy elájulok tőle, de majd kíváncsi leszek, hogy milyen. Na mindegy, szóval ez a kettő, illetve a testápoló, meg volt még egy fogkefe, és itt a Müller az ennyi, az késült. Nézzük az utolsót, az pedig a Rossmann. Na, ugye nem voltam glamour napozni, ahogy említettem, csak egy-két dolgot szerettem volna, és az nem is kuponhoz volt. Tehát nem is volt rá talán kupon. Ezt ugye láttátok az élőben, ezt levettem, ez egy nagyon jó popsi nedves törlő, úgyhogy ha kicsiknek kerestek, gyerekeknek kerestek nedves popsi törlőt, bár nem csak gyerekeknek. Ez egy nagyon jó minőség. Végre egy olyat találtam, amúgy azért tetszett meg, mert ott van az a bálna, vagy nem tudom mi. Végre egy olyat találtam meg, amit darabokba jön ki, nem az egész egyszer, és nem szakad szét. Tehát az a legfontosabb, hogy nem szakad szét, úgyhogy esetleg nézzétek meg, hogyha kerestek a kicsiknek. Ezt tényleg ajánlom. Talán 2200 forint, vagy 2000 forintra jött ki a négy. Úgyhogy meg is éri. Aztán, amit még vettem, ez a banános zabszelet, a férjem a cseresznyéset szereti, én ezért vagyok oda.
nagyon jól laktak. Éhes vagyok, akkor nagyjából ebben jó is lakok. Aztán amit még vettem, ez a Jim Jams, ez a fekete szappan, ami pórus összehúzó, tisztító, fagyú termelés szabályzó, és nincs benne alkohol. Én ezt régebben használtam, és nagyon szépen tisztította a miteszereket, úgyhogy akinek esetleg pattanásai vannak, hogy miteszerei arra esetleg ki tudjátok próbálni. Nem tudom azt mondani, hogy mindenkinek hat, szóval meg kell próbálni. Na és ami még az élő videóban engem nagyon megfogott, ez a csomagolás. Hát nézzétek már ezt a tusfürdőt. Pontosan aloe verás hűsítő, frissítő gél. Az a pontos neve. Láttam a DM-ben is, sokkal nagyobb kiszerelésben, 4000 valahány száz forinti, azért ennek is elkérték az árát, mert 2500 forint. De hát nézzétek, próbálom úgy, hogy ne vakítson vissza, meg hogy jó fókuszáljon a telefon. Nagyon szép. A másik az a Zevaline Cosmetics-nak, ez a csiganyál. Abigail megnyomott valami játékot, ami ilyen zenélős, úgyhogy halljátok, akkor, na már nem is lesz olyan unalmas ez a videó tényleg. Szóval ez egy ilyen nappali és éjszakai krém, ami csiganyál kivonatot tartalmaz, de mindenféle jóságot ír róla. Közben elaltottam a picit, ha nézek, akkor itt tartottunk, úgyhogy gyorsan felolvasom, hogy most akkor ebben mi is van ráírva, mit kell tudni erről a krémről, miért keltette fel az én figyelmemet. Azt mondja a Skin Care Expert, erősen koncentrált, reggelen álló krém, nappal és éjszakai, minden bőrtípusra, érzékenyre is. Csiganyás szüret, Q10 koenzim, intenzíven feszesít, erős ránckisimítás, mélyen hidratál és táplál, 6 reggelen álló összetétel egyesítése. Csiganyás szüret intenzíven javítja, helyreállítja az epidermiszt és fiatalit. A Q10 koenzim hatékonyan élénkíti az epidermiszt, helyreállítva a fiatalos vitalitását. Hyaluronos mélyen hidratál, megköti a vízmolekulákat és meggátolja a csökkenésüket, valamint feltölti a ráncokat. Mandula olaj helyreállítja a bőr látságát és feszesít. Alantoin és glicerin csillapítja és támogatja a regenerációt. Alkalmazása naponta reggel és vagy este a megtisztított bőrön, arcon és nyakon. Szóval, értitek már, hogy miért keltette fel ez a figyelmemet ez a krém? Aki esetleg nem hallott róla, nézzen utána. Egyébként úgy láttam, hogy talán még egy volt belőle a mi boltunkban, tehát lehet, hogy szeretik ezt. A csiganyáról mindig jó vélemények vannak, úgyhogy igazából a csiga miatt vált érdekessé számomra ott az élő videóban, de ott nem volt időm ennyire átolvasgatni, és most, ahogy voltunk, akkor megnéztem, elolvastam, és azt mondtam, hogy 2000 pár száz forint, nem sok érte, úgyhogy ezt kipróbáljuk. És ennyi lett volna a rosszmonos haul videóm, és más nem is vettem. Ez a kettő igazából, ami nagyon felkeltette a figyelmemet, ez a Jim Jams fekete szappan, meg ott volt fölötte. És régen én ezt használtam, és az bevált, meg általában a fekete szappanok mindig jók, úgyhogy azért jött velem. Na de lányok, ennyi lett volna tényleg ez a videó, nagyon köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, és tényleg remélem, hogy nem volt unalmas. Tényleg el kell, hogy szomorítsam azt az embert, aki azt gondolja, hogy tényleg fejreállok, vagy ugrálok, vagy nem tudom, mit kellene csinálnom a videóban. De, mert ugye a Temus videóra, valaki esetleg nem tudná, a Temus videóra jött egy olyan komment, hogy nagyon unalmas volt a videó, nem tehetek róla, ilyen ember vagyok. Ha unalmas, nem kötelező végignézned, nem erőszak az, hogy megnézd a videómat, de hogyha már megnézted a videómat, és tetszenek a tartalmaim, akkor mindenképpen iratkozzál fel. Még azt hagyd mondjam el, hogy a következő videó sajnos videó lesz, mert tartozok még nektek azzal a pár csomaggal, és még én sem nagyon néztem át a termékeket, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy a következő videó az lesz. Szép napotok, és találkozunk a következő videóban. Sziasztok!